Figyelj, nektek 100 órátok van péntek reggel 9-ig, amikor ki kell prezentálni, itt van 400 óra. Akkor feladatok a következő fél órában, hogy húzzátok ki, és legyen benne a 100. Hajsor. Hát ez megint csinálni, hát nem szabad. Ugye rutintan volt a projektvezető, meg az egész csapat. Fél óra múlva azt mondjuk, kurvára nem tudtuk kiúzogatni belőle, hogy mi az, ami fontos, hogy mi az, ami nem. Oda jött, jó, figyeljetek, kiúztam, ezt a hármat csináljuk, meg elég lesz. Megcsináltuk, jó, majdnem egy napot megcsináltuk, jó, este megyünk egy sörözni, holnap egy kicsit reszerűbb lehet, gond nélkül, mint a prezentáció, így felfog. 1-3. Lassan végül. 1-3, szerintem a költségeknél se van, és még volt még egy kérdés, és akkor lassan vége van. A bevételeket ilyen szempontból sokkal nehezebb tervezni, ott meg szenáriókat kell feldobálni. 10-20-30-50% így próbáljátok meg megnézni. Én szerintem nagyjából a végre is értem. Még van pár percetek, akkor elmondom, hogyha valakinek menni kell, akkor menjen nyugodtan. Mi az, ami mindig kimarad? Elprovokáljak már benneteket? Sok volt egy másfél óra? Menjék el. Én azt mondom, hogy összeírtam pár dolgot. Ebben én is nagyon sokszor belesétáltam. Sok mindenkit láttam ezekbe belesétálni, ezeket érdemes meggondolni. Saját ráfordítás tervezésen, jó, ugyanúgy kell adni fizetést. Ugyanúgy annak vannak járulékai, ugyanúgy, hogyha belerakod az óráidat, annak van valamilyen értéke. Az elején be lehet rakni, meg lehet vele játszani, de amikor azt hiszed észre, hogy be kell vonni valakit, és az pénz kik, ott is meglepődsz, hogy hát igen, őt neki fizetek, ma annak meg nem. Jó, tehát tessék magatokat is ilyen szempontból beleírni az üzleti tervet, tessék fizetést adni, nem szabad ingyen dolgozni, jó? Tehát legyen értéke saját magatoknak, legyen értéke a munkátoknak, vigyetek haza belőle ti is pénzt. A 7. fél év és a non-stoposnál este 8-kor mész haza, és azt mondod, hogy tök motivált vagyok, mert a saját cégemben dolgozok, csak még nem tudtam fölni a fizetést, de a jövő héten kifizetem a kenyereteket, szerintetek mit fog mondani a non-stopos? Jó, tehát meg kell tudni venni ezt a kenyeret. Kell tartalék, ott mindig van tartalék, mindig van valami, ugye az ügyvéd haverom mondja mindig, hogy fölhív, hogy na, neked ma már paszott az a dolog. Mondom, még nem. Na, akkor befog. Mondom, hagyjál ezek a negatív energiákkal, minden nap történik valami szak. Tehát jó, tehát ugye ezt mondja az ügyvéd haverom, és van nálam mindig, meg nálam is mindig történik valami rossz. Jó, tehát kell tartalék. Oké? Okay? Motivációs rendszer, az, hogy te a saját cégedben motivált vagy, az nem jelenti az, hogy az alkalmazottaid is azok lesznek, vagy akiket fölveszel, azok is motiváltak lesznek. Legyen méter, jó? Tényleg legyen méter. És itt van-e, ami pénzügyi tervezéshez visszacsatolódik. Az adók, jó? Tehát vannak adók. Van iparűzési adó, van társasági adó, én azt mindig elfelejtem. Én most tanuljuk már a 4.-5. évre, hogy januáron mindig ír egy levelet a könyvedbe, amit nagyon utálok, én mindig meglepődtem rajta. Most volt az első, hogy beterveztük. Milliós tétel. Tehát, hogy így vannak adók, jó, azt tessék betervezni. És ha már azt jelenti, hogy marha profitábilis vagy, és nagyon sok pénzt kerestél, na ott még jön az osztalékadó. Tehát el kell venni a 16-20-30%-át annak a pénznek, amit te azt jelenti, hogy megkerestél. Ezt a cég szempontjából nem tudod tervezni az már, mert mind magánszemélyek. Hát ha a cég motiválni akar, vagy motiválni akar a tulajdonosét, vagy most a KKV-ről, a startupról beszélünk, tehát ő azt jelenti, hogy van egy 10 milliós profitod, mert abban az Excelben 10 millió fityeg ott azon a soron, és amikor te csak tulajdonképpen még üzlettársad is vannak, és harmadolni kell, de el kell előtte fizetni az adót, akkor az már csak másfél millió fejlődik, és meglepődsz rajta, pedig 10 milliós futott az Excel. Jó. Én úgy gondolom, hogy amit nagyon fontos, még az a lemozsolódás, jó, tehát vesztesz is ügyfelet általában. Nagyon fontos ilyen szempontból, és a tervténykövetés, tehát ha már sikeres valami, és megcsináltasz az Excel-t, sikerült jól felépítened, mérd vissza, írd bele a tényeket, nézd meg, elemezd le, nézd meg, hogy mi azok a gondolkodjál el rajta, álljál meg egy kicsit, ilyen szempontból ez nagyon fontos. Na,
Aztán végére jöttem. Elmondtam. Én nagyjából ezt gondolom így a KKV-król vagy a kisvállalatok tervezési módszertanáról, üzleti pénzügyi tervezéséről. Van-e valami kérdés? Ezt? Hát szerintem itt hagyom majd, és akkor lehet. Azt majd akkor kérdezzetek az oktatókat, jó? A Zsoltot, vagy valakit. Zsolt megszólított, neki is olyan se kellett menni, úgyhogy engem kért meg arra, hogy zárjam le ezt a mai első vagy nyitó rendezvényét a Simonyi Mészter Pro marketing részének. Azt gondolom, hogy ez egy szerves folytatása volt annak, amit eddig hallottunk, vagy hallottatok már, akár a marketing, akár a pénzügyi területen. Kaptunk egy olyan betekintést, hogy olyan cég, aki profi módon ezzel foglalkozik, mit vesz figyelembe, hanem is az elméleti oldalról, de a saját tapasztalataiból. Köszönöm szépen Fodor Imrének, hogy velünk tartott a mai nap. Ne felejtsétek el, hogy az elkövetkező két napban folyamatosan vannak még rendezvények, ahol szintén sok szeretettel várnak benneteket. Jó, Imre még most itt lesz néhány percet, ha gondoljátok, hogy még kérdeznétek, akkor nyugodtan tegyétek meg. Egyébként köszönjük szépen a részvételt!